Több ezren költöztek vissza Magyarországra a járvány ideje alatt. Egy felmérés szerint a hazaköltözők többsége úgy látja, hogy már itthon is elérhetik az elvárásuknak megfelelő életszínvonalat. A hazaköltözés a karrier szempontjából ráadásul előnyösebb, mivel nagyobb esélyük van a végzettségüknek megfelelő munkakörökben elhelyezkedniük. Elemzés következik Tita Nillával és vendégével. Csat Magdolna egyetemi tanár, versenyképességi tanács tagja a vendégünk. Jó reggelt! Szép jó reggelt! Mi jellemzi ezt a jelenséget, ugye a külföldön dolgozók hazatelepülését, főleg mely szektorokban látjuk ezt? Érdekes a kérdés, mert különböző szakterületekre mentek ki dolgozni a magyar emberek. Ugye a felmérések szerint az egész európai térségben, tehát nem csak az EU-ban, körülbelül 500 000 dolgoznak magyarok, de amikor a nagy kivándorlás igazából megindult, az előző gazdasági válság volt, tehát a 2008-2009-es válság, akkor különösen az építőipar került igen nagy gondba, és ugye körbetartozás, emlékszünk rá, leállt a teljes beruházási tevékenység, és akkor nagyon sokan mentek ki, legalább ilyen 30 000-en mehettek ki, csak 2008-tól számítva az építőipar területéről. Nem mindegyik feltétlenül ment a saját szakmájában dolgozni, hanem ahol tudott, ott dolgozott. Na most, amit most látunk, hogy ugye Magyarországon egyrészt az építőipar, a beruházások még a válság alatt sem álltak le, sőt, nagyon szép teljesítményt értek el. Ilyen módon az építőipari szakemberek kezdtek el legelőször visszajönni. Amit én láttam adat, az olyan, hogy 2019-ben körülbelül 5 000-en tértek haza, és ugye ez azért nagyon lényeges, mert egyrészt a magyar építőipar munkaerőhiánnyal küzd, főleg szakemberhiánnyal küzd, és akik hazajönnek, ezek többnyire nagyon jól felkészült, nagyon jó szakemberek, szakmunkások. Tehát ez egy óriási nagy előny a magyar gazdaság számára. A másik terület, ahova tipikusan kimentek a magyarok dolgozni, ez a vendéglátás, turizmus területe, többnyire azért, mert jobban kerestek, mint Magyarországon. Ja, másik hiány. Így van. Na most Magyarországon ez is éppen megint hiányzik, tehát hogyha jól megfizetik az embereket, akkor nyilván szívesen hazajönnek, hát minden magyarban benne van az, hogy az inkább Magyarországon szeret lenni, tudjuk a felmérések szerint, hogy a leginkább mi érzünk honvágyat, ha külföldre megyünk. Tehát itt is várható a hazajövetel. Ahol én figyelem a dolgot, és ahol nagyon örülnék, hogyha nagyobb lenne a hazatérés, az a high-tech területek, a magasan képzett szakemberek. Csak ugye őnáluk nagyon fontos az is, hogy nem csak a bér, hanem a mindenkori életminőség. Tehát ők már odafigyelnek arra, hogy milyen a környezet tisztasága, a gyerekeknek az iskola, az egészségügyi ellátás. Tehát itt egy életminőséget is vizsgálnak, már nem csak béreket. De azt gondolom, hogy arra kell odafigyelni, és szerintem erre van is elhatározás, hogy a versenyképesség javításnak Magyarországon egyedüli forrása ma már az a tudás, az ember, a képesség. Pénz az jó, ha van, de a pénzzel megvett gépeket is csak a szakember tudja működtetni. Tehát itt nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél inkább az olyan embereket is próbáljuk hazacsábítani, akik mondjuk kutatóintézetben dolgoznak, egyetemen dolgoznak, vállalati kutatóhelyeken dolgoznak, mert szüksége lesz rá a magyar gazdaságnak a normális visszatéréshez, ahhoz, hogy a gazdaság szerkezetét korszerűsíteni lehessen. Tanárnő említette ezt, hogy a tudás, és pont ezt is kiemelte az a svájci iskola, aki készíti ezt a bizonyos versenyképességi rangsort, amelyben most 5 helyet ugrott előre Magyarország, és 2017 óta összesen 10 helyet tudtunk előrelépni. Ők nagyon-nagyon sok mutatót vizsgálnak, statisztikai adatokat, kérdőíves felméréseket, és például az egyik, amit kiemeltek, hogy a tudás, a szakképzett munkaerő az nagyon fontos, és ez kulcs lesz Magyarország tovább lépésében. De mi is rajzolódik ki ebből a rangsorból, vagy ebből az elemzésből tulajdonképpen? Ez egy rendkívül érdekes elemzés, nagyon-nagyon sok a mutató. Egyébként a forrását, azt hagyd mondjam el, Magyarországon 2 partnere van az IMD-nek, az egyik egy kutatóintézet, úgyhogy őket egy ICEG, a másik pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ahol a kutatásokat én szoktam irányítani, és itt a kérdőíves felméréseket mi végezzük. Na most, amit látni lehet, hogy kicsit szétesik azért a teljesítményünk, ahol nagyon-nagyon jó a teljesítmény, az a gazdaság. Na de miért? Mit mérnek a gazdaság területén? Mérték azt, hogy mennyire érzik jó magukat a cégek. Hát ugye a cégeknek a versenyképessége az nagyon fontos a nemzeti versenyképesség szempontjából. Jó érzik magukat a cégek olyan országokban, ahol alacsony az adó, ahol lehetőség szerint nem túl nagy a bürokrácia, hagyják őket működni.
még netán valami támogatást is kapnak. Na, ezeken a területeken Magyarország kiemelkedően jó eredményeket ért el. Amit viszont ön említett, és nagyon fontos a jövő szempontjából az az, hogy hol vagyunk esetleg gyengé pozícióban. Érdekes módon a cégek teljesítménye az rosszabb, mint az ország, mint a gazdaság, meg a kormány teljesítménye, ami elég furcsa ellentmondásra mutat tulajdonképpen rá, hogy hogy lehet az, hogy a cégek teljesítménye nem annyira jó, és mégis az egész versenyképesség az javult, mert minden területen javultunk. Tehát a kormány, a gazdaság, az infrastruktúra és a vállalatok teljesítménye területén is, csak nem egyforma mértékben. Na most, amit itt érzékelni lehet, hogy ugye erőteljesen támogatjuk most a gazdaságot, óriási a lendület, amit próbálunk. Nagyon sok állami forrás. Rengeteg az állami forrás, banki forrás is sok volt, és talán ez egy kicsikét a cégeket lustává teszi. Én kérdőjellel mondom, ugyanis hát ami kellene, az a vállalati innováció, a vállalati kezdeményezés, a munkaerőbe való befektetés, a digitalizáció, a technológiák alkalmazása, és ezek a területen már nem olyan jók a pozícióink, ugye az a lényeg, hogy az egyensúly az úgy alakult ki a sok mutatók között, hogy a jobb értékű mutatók elvitték a versenyképességi listán előre az országot, de nekünk az a feladatunk, hogy azt nézzük meg, hogy hol vagyunk gyengék másokhoz képest, és ugye itt például érdemes megemlíteni azt, hogy a vállalatokra még mindig nem jellemző az, hogy tovább képzik a munkaerőt. Holott hát ez pont azt mutatja, hogy nem eléggé készülnek fel a jövőre. Hát a meglévő tudása nem lehet egy új világban majd sikeresen működni, és valóban a kulcskérdés az az innováció lesz, de az innováció nem úgy, hogy mennyit költünk az innovációra, az önmagában nem elég. Mi a mert hatása? Van pénz, de hova tesszük azt a pénzt? Mi lesz a hatása? Mi lesz az eredménye? Megjelenik-e új termék, új technológia, új piacban? Illetve az is nagyon fontos, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem elég a munkavállalónak, ha több pénzt adunk. Nagyon fontos, hogy jól szervezzük meg a munkáját, tehát jó legyen a menedzsment, jó legyen a szervezeti kultúra, érezze jól magát a munkahelyén, mert úgy tud jobban teljesíteni, és akkor a kulcskérdés, hogy így lehet a termelékenységet is javítani. Igen, ez az elhivatottság, legyen van, meg van, a munkavállalóban. Így van, tehát a teljesítmény növeléséhez fontos, hogy jól érezd magad a munkahelyeden, és ugye ez a kultúra, a helyi kultúra ezt nagyon befolyásolja. Tehát összességében valóban jó eredményt értünk el, de oda kell arra figyelni, hogy lehet a versenyképességi javítás érdekében a kevésbé jó mutatóinkat is javítani. Varga Mihály ebben a témában tartott egy sajtótájékoztatót, és azt mondta a pénzügyminiszter úr, hogy folytatni kell a munkát a versenyképességi tanácsban, és ha már itt ülök a tanács egyik tagjával, akkor adódik a kérdés, hogy ezt, amit elmondott tanárnő, hogy mire kell koncentrálni, ezt hogy lehet lefordítani konkrét intézkedésekre, tehát amikor ott ülnek a versenyképességi tanácsban, hogy mit mondanak Varga Mihály pénzügyminiszter úrnak, hogy önök szerint mire lenne szükség? Hát az a helyzet, hogy a versenyképességi tanács egy nagyon színes társaság, sok benne a vállalatoknak a képviseletében ott lévő kollega, és hát... Tehát össze kell fésülni a különböző hát igen, igen, és ugye nyilván megjelennek az érdekek. És ugye azt tudni kell, hogy a vállalatoknak nyilván az az érdek, hogy minél olcsóbban működhessenek, minél kevesebbet kell fizetni, minél kevesebb adót kelljen befizetni, de a helyzet az, hogy a versenyképességi tanácsnak rá kell látni a többi területre is. Ez egy kicsit gond, mert azért ilyen silókban gondolkodunk mi Magyarországon, hogy van egy ilyen minisztérium, olyan minisztérium, amolyan, mindegyiknek van egy feladata, de az, hogy projektbe gondolkodjunk, hogy az a feladat, hogy az ország versenyképességét javítsuk. Ebben a feladatban dolga van az innovációs minisztériumnak, a humán területnek, én hagy hangsúlyozom, nem szeretem, hogy humán erőforrás, mert az ember nem erőforrás, hanem vagyontárgy, érték egy társadalomban, ez csak zárójeles megjegyzés volt. Tehát sok területnek kéne együtt működnie, és szerintem itt kéne javítanunk nekünk a versenyképességi tanács munkáján, hogy ugye a pénzügyminiszter úrnak oda kell figyelni arra, hogy mennyire tudja megmozgatni a többi tárcát is. Ugye nagyjából az innovációs minisztérium mindig ott van a képviselőivel a megbeszéléseken, de jó lenne ott lennének a humán szakemberek, a képzéssel foglalkozók, a szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, tehát sok minden területet be kéne még hozni ebbe a tudásba, be kéne csatornázni. Én arra gondolok, hogy ez most ebben az irányba el fog menni, azért is, mert a versenyképességnek van egy új fontos területe. Ezt úgy hívják, hogy ellenálló képességjavítás. Ugye halljuk naponta, hogy a világ nem lesz jobb, valószínűleg még lesznek új válságok, ha már pedig lesznek, akkor arra fel kell készülni. És a felkészülésnek az a lényege, hogy a
hogy legyünk rezisztensek, ellenálló képesek, nem csak a vírusokkal szemben, hanem a gazdasági válsághelyzetekkel szemben is. Ez meg nem megy a társadalom, az emberek, a tudás, a szervezeti korszerűsítés, sok minden más kell ahhoz. Nem elég az, hogy a gazdaságot próbáljuk előrevinni, meg támogatni, meg a adókat csökkenteni, tehát sok minden más is kell a sikerhez, és ebbe az irányba el kell indulni. Tanárnő, köszönjük szépen. Én is köszönöm.